majd hátrahajtva a fejét, összecsípem az orrát, és befújom. Láttátok, ahogy emelkedik? Szakképzett ápoló mutatja a diákoknak az újraélesztés megkezdése előtt, mit és hogyan kell megvizsgálni vészhelyzet esetén. Az október 16-ai újraélesztés világnapjához csatlakozott a nyíregyházi Bem József általános iskola is, ahol egész nap bemutató foglalkozásokra várták a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Szerintem igen képes a lakosság egy ilyen helyzetben segíteni, már csak azért is, ha a 112-t felhívjuk, ugye ő mondja a lépésről lépés, hogy mit kell tennünk, de hogyha valami amikor gyakoroltuk ezeket a mozdulatokat, akkor könnyebben eszünkbe jut, hogy hoppá, én ezt már gyakoroltam, és valóban így kell tenni, de tegyem a kezem, illetve így biztosítsak szabad légutat egy bajba jutottnak számára. Pontosan sporteseményeken, ugye fordul az elő az ütközések alkalmával, illetve bárhol, bármikor bekövetkezhet egy hirtelen szívhalál, amelynek esetében, hogyha nézzük, azért ellátás nélkül minden percben 10%-kal romlik a túlélés esélye, úgyhogy nagyon fontos, hogy az első pillanattól kezdve legyen valaki, aki mer és tudja, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben. A szakember hangsúlyozta, számos ismert sláger ritmusa alkalmas lehet a beteg mellkasának nyomására, a lényeg, hogy percenként 100-120 kompressziót végezzünk a mellkason. A rendezvényen a gyerekek is kipróbálhatták frissen szerzett tudásukat az erre a célra készített babákon. Nagyon élethűek, be lehet állítani egyébként ennek a mellkasnak keménységi fokozatai vannak. A most beállított mellkas egy átlagos férfi mellkasnak felel meg, tehát gyakorolható, tehát elsajátítható. Minél hamarabb kezdik el ennek a gyakorlását, hogy ne féljenek tőle, ne ijedjenek meg, mert természetesen ilyenkor előfordul, hogy jaj, nem merek hozzányúlni, mert félek tőle, könnyen megtanulható. Tehát többször fognak még vele találkozni az életükben, közúti elsősegélynyújtás kötelező eleme, vizsgaeleme ennek a végrehajtása, úgyhogy fognak még vele találkozni, de minél többször, annál inkább fogják tudni alkalmazni. A romantikus komédiákból is ismert szájon át történő lélegeztetéssel kapcsolatban a szakember azt mondta, a koronavírus óta ezt a megoldást is javasolják a szakemberek. Ugye a Covid helyzettel jött az, hogy mentesítsük magunkat és ne érintkezzünk közvetlenül az embertársainkkal, tehát a vérrel, válladékkal ugye ne érintkezzünk. A lényeg az, hogy az időben megkezdett mellkaskompresszióval az oxigén, ami a szervezetben van, a szinten tartható, és az agy védelmét szolgálja, mindaddig, amíg a szakmai segítség megérkezik. Tehát a jó mellkas kompresszió a lényege. A Bem József általános iskola 2012-től a vármegyében elsőként lett a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázis iskolája. Az idejáró gyerekek már kicsikortól megtanulják, miért fontos a másokon való segítés, ideértve a véradás fontosságát is.